Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A téma, illetve a kérdés az, szerete engem, igen vagy sem? Ezt megválaszolom ennél a jóslásnál. Ehhez a jósláshoz jön még a gyertya mágia, itt szerelemről van szó. A videó végén átküldöm az energiát. És figyelj oda arra, hogy abban a pillanatban, amikor érzed ezt az energiát, melyik szó jut eszedbe. Mert ennek van egy nagy jelentősége számodra. Ha gondolod, leírhatod a kommentárba. Itt bal oldalon vannak az ő kártyái, vele szemben a tiéd. Megnézzük az ő helyzetét. Itt látható ez a katonatiszt. Ez lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy is, de azt is jelentheti, hogy van valaki a közelében, aki állandóan parancsolgat neki. Sőt, itt megjelenik egy hamis nő. Valaki becsapja őt, kihasználja őt. Ez lehet egy családi kapcsolat is, de mivel itt látható a munka kártyája, ez lehet egy munkahelyi helyzet. Vagy azt is jelentheti, hogy azon dolgozik, hogy itt tisztázza a dolgokat. Itt látható ez az utazás, ez jelenthet egy külföldi kapcsolatot. De ez az utazás utalhat változásokra is, hogy változni fog a helyzet. Sőt, itt van a pecsét, azon kívül a remény, hogy itt tisztázódik valami, ő rendezi ezeket a dolgokat. Hamarosan kapsz tőle egy hírt, és itt újra megjelenik a remény. Remény van arra, hogy minden jóra fordul. Itt látható egy ajándék, ez lehet egy jó hír, egy meghívás, vagy tényleg egy ajándék. Ez, ami összefűz benneteket, hogy ő majd közeledik hozzád, vagy te vagy számára egy ajándék. És megnézzük most a te helyzetedet. Itt középen látható egy bírósági ügy. Ez lehet, hogy vannak ilyen hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy nálad is, de itt lesz egy kiút, és nyerni fogsz, mutatják a kártyák. De itt ez a bíróság jelenthet egy bizonyos helyzetet is, amit te igazságtalannak tekintesz. De itt kiderül az igazság, az ártatlanságod, azon kívül ez a gyermek utal egy új kezdetre is. A ház az lehet az otthonod, és itt egy új ház, az jelenthet egy költözködést, vagy az is lehet, hogy a családban lesznek újdonságok. Itt látható, hogy nyeremény lesz, pénzt kapsz, amire nem is számítottál, de ez a kártya jelentheti azt is, hogy megkapod az elismerést. Itt te vagy látható, ha te egy hölgy vagy, itt melletted van a lelki társad. Tehát ott áll melletted, lesz egy új kezdet, lesznek változások, lesz egy ajándék, jön egy hír, itt van hozzá a remény. De még vannak bizonyos dolgok, vagy nehézségek, amit rendeznie kell. És most átküldöm a gyertya mágia energiáját, figyelj oda arra, hogy melyik szó jut ebben a pillanatban eszedbe. És ha gondolod, leírhatod a kommentárba. Köszönöm szépen, és kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!